A szél cibálja a leszakított napvitorlát az újbudai labirintus játszótéren. A felvételt a közös ellenzéki képviselőjelöltek készítették. Azt mondták, a szülők hívták fel a figyelmüket arra, hogy a szeptemberben átadott játszótér nincs teljesen befejezve. Hiányos a fű, nincsenek rendesen rögzítve a padok. A hibák egy részét már javították, de az automata locsoló még mindig nem működik. A szórófejek nem húzódnak vissza, és ez szerintük baleset veszélyes. Amikor a képviselőjelöltek a helyszínen voltak, az egyik napvitorla is megadta magát. Egyszer csak, hogy egy nagy csattanás hallatszik, megfordultunk, és azt láttuk, hogy a napvitorlák, amik a játszótér fölé vannak feszítve, azok a földre zuhantak. Ezeket a napvitorlákat iszonyatosan vaskos vasláncok tartották, és hát megijedtünk, hogy adott esetben a gyerekek szaladgálhatnak. Az ellenzéki politikusok szóltak a közterület felügyelőknek, akik bezárták a játszóteret. A videókat feltöltötték az internetre, válaszul a kerület fideszes képviselője is videóval jelentkezett. Ebben Hajdar Norbert azt állítja, az ellenzéki politikusok rongálták meg a játszóteret, ezért feljelentést tett. Felháborító, amit tudomásomra jutott. Közfeladatot ellátó hivatalos személy tett jelentést arról, hogy tegnap három ellenzéki képviselőjelölt szánt szándékkal leszakította a napvitorlát a labirintus játszótéren. Hajdar Norbert megosztott egy másik videót is, amelyben az egyik közterület felügyelő is erről beszél. Az ott tartózkodó anyukák elmondása alapján a konyva rögzítését szándékosan oldották ki, és nem az erőszér hatására szakadt le. Az ellenzéki politikusok szerint ez hazugság, azt mondják, ez az eset is azt bizonyítja, hogy a kampány miatt bármit, akár félkézberuházásokat is átadnak fideszes politikusok. Az, hogy a kampányban gyerekekkel kampányolnak folyamatosan, hogy úgy fotózkodnak, hogy minél több boldog gyermek van körülöttük, ez etikátlan és veszélyes, főleg akkor, hogyha ezeket a kampányjátszótereket, illetve a kampányberuházásokat hajtanak végre. A munkákat tisztességesen el kell végezni. Egy hete a félkész érdi játszóteret avatta fel a helyi fideszes polgármester, miközben még hatalmas csavarok, kábelek, csövek álltak ki a földből. És szintén a múlt héten adták át a Pécs feliratot a Baranyai megye székhelyen. Ezt még aznap el is távolították azért, mert balesetveszélyesnek tartották.